23 éves Corey McKeague 2016. szeptember 23-án egy pénteki napon ment el szórakozni a barátaival a kelet-angliai Bury St. Edmundsba. A skót férfi a brit légierő egy közeli bázisán tüzérként teljesített szolgálatot, gyakran jártak be szórakozni. McKeague a saját kocsijával ment be a városba, azzal a céllal, hogy azt az éjszakára az utcán hagyja. Este 10 óra 10 perckor parkolta le a BMW-t a Robert Babi úton. Itt körülbelül 45 percet beszélt telefonon a Derok nevű öccsével, miközben megivott egy üveg rozét. Innen elsétált 10 óra 50-re egy Esszóbár nevű helyre, ahol a szintén katona barátaival találkozott. Kissé kocsmatúra jellegű este volt, ugyanis 11:30-kor már egy másik közeli pubban, a Wetherspoonsban voltak. Itt a férfi sok ismerőssel találkozott, mindenkivel dumált, ölelkeztek, jó hangulat volt. Egy James Dillnott nevű biztonsági őr szerint a fiatal beszédes kedvében volt, boldognak és jókedvűnek tűnt, mint amilyen általában is szokott lenni. Az ismerősei szerint mindig ő volt a társaság lelke, mindenki szerette, a lányok imádták, és kiváló humorával mindenkit meg tudott nevettetni. Egy órával később aztán hajnali 00:30-re a barátokkal egy Flex nevű helyre mentek át, és a többiek elmondása szerint itt is minden a normális mederben zajlott. A férfi nem viselkedett furcsán, és balhéba se keveredtek. Mindössze annyi történt, hogy a már eléggé ittas McKeague-et egy ottani biztonsági őr hajnali 01 előtt felszólította a távozásra, miután majdnem átesett rajta. A kidobó később elmondta, hogy semmi gond nem volt a férfival, egyszerűen csak már nem kellett többet innia, miután pedig kikísérte, még beszélgettek is. Tehát hajnali 01 után járunk, amikor Corey McKeague hirtelen az utcán találta magát a 35 000-es kisvárosban, nem kevés alkohollal a szervezetében. Furcsa módon azonban a barátai nem követték őt, ők tovább szórakoztak a Flexben. Ennek az volt az oka elvileg, hogy a társaságból ketten is azt hitték, hogy majd a másik viszi haza később a férfit, és csak később esett le nekik, hogy jóformán magára hagyták. Corey ezután az egyik kedvenc gyorséttermébe, a Mamma Mia-ba ment, ami éjszakra pár perc sétára volt ugyanabban az utcában, ahol a Flex is volt. A férfi 2 hamburgert, 1 kebabot és némi sült krumplit vett magához, majd több biztonsági kamera felvételén is feltűnik, végül egy Hughes nevű elektronikai bolt bejáratánál kajált meg. Végeztével aztán 1 óra 20 perc körül az ittasságtól, és hogy telehette magát, ott helyben el is aludt. Másfél órával később ébredt fel, 3 óra 8 perckor pedig egy üzenetet is küldött az öccsének. Innen valamiért nem a szórakozó hely felé indult vissza, hanem tovább lefelé a Brent Gowell utcán, viszont alig 70 méter megtétele után befordult egy félköríves területre, amit a helyiek csak lópatkónak neveznek. Mielőtt azonban bement volna oda, még körbenézett az utcán. Egy több üzlet hátsó kiáratába torkolt, ahol kerekes hulladékgyűjtők voltak, de egyébként semmi különös, azt leszámítva, hogy a környező utcákban ez volt az egyetlen terület, amire nem látott rá biztonsági kamera. Illetve a helyiek szerint drogosok is gyakran megfordultak itt a megfigyelés hiánya miatt. Az utolsó felvételeket 3 óra 25 perckor készítették róla, viszont érdemes megfigyelni, hogy mielőtt odaért volna a sarokra, úgy tűnik, mintha futott volna, mintha valami SOS helyzet lett volna. Amikor azonban odaért a sarokra, benézett és talán nem találtott semmit, vagy nem azt, amire számított, és lassan, kissé gyanakodva sétált be a sötétbe a kukák közé. Ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látták volna. Corey McKeague a skót vidéken nőtt fel, ahol 2 testvérével, Derokkal és McKeennel szinte minden idejüket a természetben töltötték. Nagyon közel voltak egymáshoz. Derok és Corey ráadásul annyira hasonlított egymásra, hogy gyakran hitték azt róluk, hogy ikrek. A fiú 11 éves korában azonban komoly trauma érte a testvéreket, szüleik ugyanis elváltak, a gyerekek az anyjukkal maradtak és 50 kilométerrel odébb költöztek Juperből.
Mary nevű nagymamája szerint mind a három fiút megviselte a válás, de Corit a legjobban, aki nem tudta feldolgozni a helyzetet. Olyannyira megváltozott, hogy az iskolában is elég nehezen teljesített. 2009-ben 16 évesen pedig ott is hagyta az egészet. Ugyanezen a nyáron, augusztus 8-án pedig egy újabb sokkoló trauma részese volt. Egy baráti társasággal szülinapoztak a skóciai Springfieldben, amikor rájuk hívták a rendőröket, de végül úgy döntöttek, hogy a közeli erdőben folytatják a bulit, ahol nem zavarnak senkit. Azonban az út során egy kereszteződéshez érkeztek, ahol egy vonat száguldott el előttük 110-zel, majd egyszer csak egy hatalmas csattanást hallottak. Corit ment végig a vágányok között, ahol megtalálta egy gyerekkori barátja, Natalie maradványait. Az édesanyja Nicola szerint a fia ezután teljesen megváltozott. Onnantól kezdve úgy élt, hogy minden lehetőséget megragadt, amiben valami szórakozást látott. Később többször is próbálkozott különféle munkahelyeken, fodrásznak is tanult, de valahogy egyikben sem találta meg a helyét, így mindet ott hagyta. 19 évesen csatlakozott a hadsereghez, és a Huntington légibázison lakott. Itt pedig végre megtalálta a számításait, mindenki boldog volt, hogy végre sinem volt az élete. 2016. szeptember 23-a egy pénteki napra esett, így csak azután jelentették az eltűnését, hogy hétfő reggel nem jelent meg a szolgálatban. A nyomozást természetesen azonnal megkezdték, a rendőrségen kívül a katonaság és önkéntesek is részt vettek benne. Először arra gondoltak, hogy talán gyalog indult vissza az északra 15 kilométerre fekvő bázisra, de az édesanyja Nicola később azt mondta, hogy a fia sosem csinált ilyet előtte. A rendőrség ugyanakkor azért nem vetette el ezt a lehetőséget, mert több szemtanú szerint is Corit azt mondta nekik, hogy haza fog sétálni. Az anyja annyit hozzátett, hogy olyat viszont többször is csinált, hogy egymagában távozik a társaságból, bekajál, végül pedig elalszik egy kapuajban. Ez tehát nem volt rendkívüli még a családjának sem. Rendőrségi helikoptereket is bevetve nézték át a belváros és a légibázis közti utakat, de semmit sem találtak. Azt sikerült kideríteni, hogy a férfi Nokia Lumia telefonja az eltűnése után egészen reggel 8-ig be volt kapcsolva, ezután viszont már nem csatlakozott rá közeli toronyra. A telefonja mozgásából ugyanakkor rendkívül furcsa dolgok derültek ki. A kikapcsolása előtt északnyugati irányba tartottak vele Barton Mills irányába az A1101-es út mentén. Ugyanakkor ami érdekes volt, hogy ezt a 20 kilométeres utat mindössze 28 perc alatt tették meg, tehát biztosan valamilyen járműben volt. Mivel a biztonsági kamerákon nem látszott, hogy McKeague elhagyta volna a lópatkót, a hatóságok arra gondoltak, hogy az egyik hulladékgyűjtőben lehetett. Októberben a rendőrség le is foglalta a kukásautót, amiben szerintük a telefon lehetett, de nem találtak semmit, bár hetekkel később ezen már nem lehetett csodálkozni. A hatóságok azt is elmondták, hogy azon a napon a hulladékszállító elvileg csak 15 kilós súlyt vitt magával, így nem lehetett benne a 90 kilós katona. Átvizsgálták az útvonalat is, de ezúttal se találtak semmit. Az is felmerült, hogy esetleg valaki felvette a férfit, és úgy tudott olyan gyorsan utazni. Az anyja szerint Corit McKeague elég extrovertált volt, így simán el is fogadta volna, ha valaki felajánl neki egy fuvart. Ennek ellenére hamar ki kellett zárni ezt a lehetőséget, mert továbbra sem találtak olyan felvételt, amin a férfi távozna a sötét utca részről. Szinte az egész várost átkutatták, vasútvonalak mellett is keresték a férfit, de mintha a föld nyelte volna el. Kezdett kirajzolódni a hatóságoknál, hogy nincs más értelmes magyarázat, csak hogy tényleg belekerült az egyik hulladékgyűjtőbe. A kukásautó pedig miután magába ürítette, összezúzta a 23 évest. Ez magyarázat is lehet arra, hogy miért kapcsolt ki a telefonja, mert azt vagy kikapcsolták, vagy lemerült, vagy megsemmisült a kukásautóban. Anélkül, hogy bárkit is untatnék a részletekkel, a rendőrség 2017. februárjában kezdte el átvizsgálni a környékbeli hulladéklerakókat, majd egy második alkalommal októberben is nekifutottak. Decemberig összesen 4400 tonna földet túrtak fel sok helyen 7 méteres mélységben, és több mint 2000 órányi biztonsági kamera felvételt vizsgáltak át, de semmi. Az első felvételeket 2016 novemberében hozták nyilvánosságra az eltűnése napjáról, hajnali 3 és 5 óra közöttről.
Ezekből kiderült, hogy ugyanazon a biztonsági kamerán, amin a férfi is utoljára látható, még 39 másik embert is lehetett látni ugyanott. Ők tehát azok, akik bármit is tudhatnak a férfiról. Azonban megdöbbentő módon a 39 emberből a mai napig mindössze 29-et tudtak csak azonosítani. Tehát ma is van 10 ember, aki aznap este pont abban az időben és pont ott járt abban a szűk kis utcában, és fogalmuk sincs, hogy kik lehetnek azok. De ami legalább ilyen durva, hogy a hatóságok széleskörű felhívásai ellenére sem jelentkezett egyik sem. Corey McKeague szinte egészen biztosan nem akart eltűnni. Először is a munkahelyén minden rendben volt. Ott tartotta a 8 hónapos Luel nevű kutyáját is, akit imádott. Az öccsének írt utolsó üzenetében pedig azt írta, hogy fussanak össze majd valamikor. Később az is kiderült, hogy már korábban lefoglalt repülőjegyeket, hogy hazautazzon Skóciába Halloweenre. Az eltűnése után nem nyúltak sem a bank számlájához, sem a közösségi oldalaihoz. A szülők szerint egy idegennek lehetett köze az eltűnéséhez, az anya szerint ugyanis a fia túlságosan is adott a külsejére ahhoz, hogy magától bemásszon egy kukába. Illetve pár saroknyira ott volt a kocsija is, abban is simán aludhatott volna egy koszos hulladékgyűjtő helyett. Ennek ellenére a rendőrség mégis inkább befelé hajlott. Főleg azután, hogy 2017 márciusában kiderült, hogy a lefoglalt kukás autó 15 kiló helyett valójában 116 kiló szemetet vitt azon a reggelen. Az egész tévedés valamiféle adatbázis hiba miatt történt, így elkezdték megvizsgálni az eltűnés előtti és utáni hónapokat. És ez alapján a 20-30 kilós átlaghoz képest az eltűnés reggelén 116 kilót vitt el az egyik kukás autó, amelyik hajnali 4 óra 20 percre ért oda. Így tehát elég egyértelműnek tűnt, hogy Corey McKeague a hulladékszállítóba került. A hatóságok szerint a maradványai valahol a Miltoni szemétlerakón lehetnek, de sajnálatos módon nem tudták felderíteni. Viszont ami még figyelemre méltó, hogy a rendőrség azt mondta a szülőknek, hogy a férfi bemászhatott az egyik kukába. Tehát bemászott, nem belekerült valahogy. Ezt azért emelem ki, mert számos bizonyítékot nem hoztak nyilvánosságra, ezért nem tudni, hogy mi utalt arra, hogy ő mászott be, nem pedig más által került volna bele, bár teszem hozzá, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot. Jelen állás szerint tehát Corey McKeague maradványai valahol a Miltoni hulladéklerakónál lehetnek, viszont a megkérdezett orvos szakértő szerint egy szeméttelephez hasonló, erősen fertőzött területen a test sokkal gyorsabban lebomolhat, így szinte semmi esély, hogy megtalálják. Ami pedig tovább növeli a már eddig is fájdalmas tragédiát, hogy az eltűnés után 4 hónappal a férfi 21 éves barátnője April Oliver, akivel 5 hónapja voltak együtt, bejelentette, hogy Corey gyermekét várja. A nő azon a bizonyos éjjelen éppen az Egyesült Államokban volt vakáción, és az eltűnés idején egyikük se tudta, hogy a 23 éves katona apa lesz. Közös gyermeküket 2017. június 11-én hozta világra, és az Ellie Louise nevet adta a kicsinek, aki sajnos már sohasem ismerheti meg az apját.